Forgai Közéleti Magazin. Hírek, aktualitások. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ismét. A tavalyi év végén jártunk itt. Mi történt azóta, Forgai? Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ez azt is jelenti alapvetően, hogy telett legalább 3 hónap azóta, hogy az előző Közéleti Magazint forgattuk. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy egy téli időszak vette kezdetét, hiszen azt éljük most a karácsony előtti és karácsonyt követő időszak eseményeit próbáljuk bemutatni a nézők számára. Jelentős dolgok történtek a falu életében, hiszen egy olyan volumenű pályázatot tudott megnyerni a települési önkormányzatunk, amely nagy jelentőséggel bír a falu életében, hiszen a vidékfejlesztési pályázat keretében benyújtott tavalyi pályázatunknak köszönhetően január elején érkezett meg a támogatói jogirat, amelynek köszönhetően 151 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesül a település. Ehhez további 8 millió forintot kell az önkormányzatunknak biztosítani, és a Pálostótól egészen Ménes járás pusztáig aszfalt réteget fog kapni ez a külterületi útunk. Kardinális ez az út, hiszen ezen keresztül lehet Pápa irányába eljutni Bakonybélbe, a Kőris hegy ezen keresztül látogatható, illetve a Vinye, Szent László, Fenyőfő is megközelíthető ezen az úton. Én úgy gondolom, hogy mind a turistaforgalom vonatkozásában nagy előrelépés lesz, és azt gondolom, hogy a kerékpáros társadalom is rendkívüli módon fog ennek örülni. Nem beszélve arról, hogy a mostani állapotában leginkább teherautók használják, illetve terepjárós közlekedés javasolt, és ezt követően személygépkocsival is kellemes út lesz, illetve hát az is elmondható, hogy ez egy gyönyörűséges erdei út, ami bevezet igazából a Kőrishegy lábához. Minőségi változás lesz mindenképpen. Aki volt a decemberünk is, hiszen adventi időszakot éltünk, és ez a falu életében mindig nagyon pozitív, és a tavalyi év vonatkozásában ugye 2 pályázatunk is nyertes volt, amelynek köszönhetően egy olyan Betlehemet hoztunk létre és állítottunk ki, köszöntve ezzel a karácsonyi időszakot a porvai emberek és a térségi emberek életében, amely ritka megítélésünk szerint az országban, hiszen életnagyságú, nagyon szépen kidolgozott betlehemi figurák jelentek meg a betlehemi jelenetben. Nagy volt a látogatottsága, hiszen létrehoztunk egy betlehemi épületet, egy asztalos vállalkozóval készítettük, amelynek a funkciója nyilván az adventi időszakban, hogy a Szent Családnak helyet adjon, és a betlehemi időszakon kívül tavasztól egészen ősz végéig pedig egy gondolkodó, mélázó, nagy gondolatokat megvalósító helyszínként szeretnénk igazából hasznosítani. Egy gyönyörűen mívesen megfaragott pad fog ennek helyet adni ebben a kis épületben. Van kisugárzás ennek a helynek, szerintem ezt ti tudjátok és láttátok. Óriási nagy fenyőfák alatt egy ilyen kis házikó. Számomra nagyon romantikus egyébként az egész hely, és a hely szelleme ott van. Illetve hát a másik nyertes pályázatunk is a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, hiszen a Porvai Barátság Klubbal a Magyar Falu Program keretében egy pályázatot nyújtottunk be, amelyben karácsonyi diszkivilágítási elemeket tudtunk beszerezni 2 millió forint értékben, és ez is színesítette az adventi időszakban Porva közterületeit. Ez is olyan jó, mert nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk erre vonatkozóan, hogy ezek csodálatosak, és most egy líder pályázatnak köszönhetően, amelyet már most januárban adtunk be,
tovább tudjuk nagy valószínűséggel bővíteni ezt a parkot, hiszen 3,5 millió forint értékben szeretnénk keretében beszerezni újabb kivilágítási elemeket a falu közterületeire. Emellett ugye a mi hagyományainkhoz hozzátartozott az is, hogy az idősek világnapja környékén, illetve a téli időszakban köszöntjük a településen élő szépkorú lakosainkat. Ez korábban mindig rendezvénnyel összekötve szerveztük, egy kis ajándékkal kedveskedtünk. Sajnos a pandémiás időszak veszélyesnek tűnt számunkra, hogy nem hívtuk össze egy helyiségben a lakosokat, az időskorú lakosokat, hanem egy olyan tisztítószer csomagot állítottunk össze nekik, ami hasznos tud lenni a hétköznapi életükben, és ezt jutottuk el hozzájuk. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk arra vonatkozóan, hogy tényleg ez hasznos az életükben, és örömmel fogadták ezt a jellegű gondoskodást a rendezvény helyett. Másik óriási dolog, ami én szerintem Porva életében nagy jelentőséggel bír, elkészült a Porva történetét bemutató könyvünk. Répás János, egy Porváról elszármazott kedves barátunk, nem ment messzire, csak Zircre. Aztán pedagógusként dolgozott, igazgató is voltam a pályája során, és mikor elment nyugdíjba, hozzákezdett Porva történetének a kutatásához. Ugye korábban beszéltünk róla, hogy benn van az elképzelésünkben, hogy elkészítjük mi ezt a Porva történetet. Na, János elérkezett oda, hogy van ideje, volt tehetsége, és az egész anyag összeállt. Én kézirat formájában megkaptam ezt az anyagot. Ugye a lelkemet simogatta ez a dolog, hogy ez megszületett, ez milyen óriási dolog, és rám bízta, hogy mi legyen vele. És én arra gondoltam, hogy most berakom a szekrénybe, kirakom a könyvtár polcaira. Hát ez többre hivatott ennél. Hát megkerestük a kultúráért felelős államtitkár urat, és úgy ítéltem meg, hogy ez egy olyan fontos törekvés és jó törekvés, hogy 1 millió forint támogatást kaptunk a könyvünk megjelentetésére. Most februárban jön ki 500 példányban a nyomdából, úgyhogy hamarosan egy könyvbemutatónk lesz, amely a Porva történetét fogja bemutatni. Mik a tervek ezekkel a kiadványokkal, könyvekkel? Mindenképpen Porva megismerését segíti elő, Porva jó hírét viszi a világból, szerintem ez a kiadvány igényes, szép kiadványról beszélünk, képekkel színesítve, és közel 200 oldalnyi anyagot lehetett összegyűjteni. Rendezvények tekintetében hogy álltok? Mik a tervek? Készen állunk valóban az idei évre is a rendezvényekkel, ami nagyon-nagyon itt van előttünk, és koncentrálunk rá, az az első farsangi disznóvágás, ami hagyomány teremtő és hagyomány őrző disznóvágás lesz most február 12-én, szervezzük meg. Eljutott oda a falusi társadalom, hogy kuriózummal vált a disznóvágás. Régen, gyermekkorunkban igazából minden héten disznóvágás volt sok-sok háztartásban. Nekünk gyerekeknek ez elképesztő jó élmény volt, amit hordozunk most is magunkban. 2021-22 tájéknál pedig hagyományőrzést kell ebből csinálni, és mindenképp úgy gondoljuk, hogy a térséghez hozzátartozik. Nem csupán egy disznóvágásról beszélünk, programról beszélünk tényleg, amihez a disznóvágási gasztronómiai értékekhez, ételekhez, amit megjelenítünk, tehát lesz toros káposzta töltelékekkel, lesz májos húrka, véres húrka, sült kolbász, lesz pecsenye,
sütjük a tepertőt is. Lesznek vadételek, amelyeket majd a vitnyéri zsiványok készítenek el a rendezvény látogatói számára. Itt nem a hagyományos vadpörköltre gondolunk, hanem egy kis pikantériát fogunk ebbe is belevenni, így az ízeket másképp csalogatjuk elő a vadhúsból. És színpadi produkciókkal színesítettük ezt a programot, hiszen különböző stílusú fellépőink lesznek az operettől, egészen a pop területén megjelenő dallamok is itt fogják szórakoztatni a résztvevőket, és nem elhanyagolható szerintem a rendezvénynek az a része sem, hogy kézművesek fogják kínálni a portékájukat, itt a sajtól a bortermelőig, igazából mindenki megjelenik és bemutatja a térség gasztronómiai értékeit, amit igazából kóstolással és vásárlással lehet igazából a résztvevők számára elérni. Gyerekeket is látok, most itt én arra gondolok, hogy ugye február 12, ezért hideg van, és egy ilyen jó félnapos vagy egésznapos program van-e lehetőség melegedőre? Gyermekszakásán, ugye helyileg itt lesz a Székely József utcában iskola, önkormányzati helyiségek, tehát lesznek ilyen helyiségek kinyitva, ahol melegedő van. Egyrészt, másrészt a gyerekek vonatkozásában terveztünk kézműves foglalkozásokat, úgyhogy a farsangi időszakot éljük, a farsang jelképeit fogják tudni elkészíteni a gyerekek az animátorok segítségével. A disznóvágáshoz kapcsolódó kézműves foglalkozás szintén lehetőséget ad a gyerekeknek a kreativitásuk előcsalogatására. Én úgy gondolom, hogy ha egy család felkerekedik, mondjuk a megye másik pontjáról, akkor el fogja tudni tölteni az időszakot itt nálunk ezen a rendezvényen, mert megtalálja a számára kedves időtöltést. És kényelmesen, hát hogy ti erre is gondoltatok. Reméljük, hogy igen, ugye a komfortérzete meg lesz mindenkinek. Az előrejelzések alapján, amit az időjárás vonatkozásában tudunk, egy kellemes, plusz 6 fok körüli száraz téli napot terveztünk. Amit fel is így gondolják remélhetőleg. Bízunk benne. Én nagyon szerencsésnek gondolom ezt a rendezvényt ilyen tekintetben, hogy megvan az az akarat az emberekben, hogy civil szerveződéssel és sikerre vigyük ezt az első ilyen rendezvényünket. Hát akkor úgy tűnik, hogy minden összeáll, mi itt leszünk, mi is már nagyon izgatottan várjuk. Beszélgettünk ugye sok esetben arról, hogy mennyire kell a hagyományainkra vigyázni. Mennyire ott tart a társadalom, hogy féltve kell őrizni, hogy amiból meg is maradjon. Rajtunk múlik. Tehát ez a generáció az, megítélésem szerint, aki ezt hivatott vinni, hogy mennyit adunk át az utánunk jövőknek, tényleg a mi személyiségünk és értékrendünkön múlik, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy oktatási intézményeken keresztül, családon keresztül átadjuk. Hiszen akinek nincsen múltja, nincs mire építkezzen, nincsen hagyománya, nincs miből merítkezzen. És csak így tudjuk továbbadni. És csak így tudjuk továbbadni, és annak az embernek az életében nyilván egy üresség lesz a tekintetben, hogy mi az, amiből merítkezzen, majd 40 évesen, 50 évesen, mert csak vissza kell nyúlni ebbe az időszakba már a gyökerekhez. Igen, mert hisz unokáim már ebbe a világba, ebbe a pörgős világba születnek bele, és jó, hogyha egy kis következetességet látnak, akár település szinten is, hogy már pedig Hungarikum Fesztivál minden évben lesz, már pedig farsangi disznóvágás, tehát ez roppant szimpatikus, hogy ehhez ragaszkodtok. Igen, és jó, nagyon jó egyébként a kollégák hozzáállása, aktívak, mint a pályázatok tekintetében, mint a munka folyamatok nagyon érdeklik őket, és azért is jó ez, mert valahol én adtam már át a kollégáknak egy olyan tenni akarást, egy cselekvési szintet,
aminek részesei akarnak lenni. És fiatalok és részesei akarnak lenni. Még egyszer mondom, hogy mekkora súlya van ennek. Valamiféle eredményként könyveljük ezt el. Illetve nekem az is nagyon-nagyon pozitív, hogy ez a disznóvágás az oktatási intézmények vonatkozásában is tényleg fontos, és ők is a részesei ezeknek az eseményeinknek, mert itt kezdődik minden, szerintem. Ez így van. És lesz Hungarikum Fesztivál az idén is. Tudjuk az időpontját is, hogy július 9-ére szervezzük. A jó időn dolgozunk, hogy összeköztudni jó idő legyen. Úgy legyen. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk ma is, és akkor találkozunk 3 hónap múlva. Így van, én is köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathattuk a nézőknek az elmúlt időszak olyan fejlesztéseit, eseményeit, amelyek Porló jó hírét viszik tovább.